Magyarország kiemelt célpontja lehet a kínai üzletembereknek. Az elmúlt évben a két ország kereskedelmi forgalma 28%-kal nőtt, így megközelítette a 9 milliárd dollárt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnöke ma a kínai cégek képviselőinek azt mondta, Magyarország gazdasági és természeti adottságai jók ahhoz, hogy a modern kori selyemút vége legyen. Palacsinta. Nem csak a palacsintát szereti Magyarországból Szunye, vagyis ahogy itt szólítják, Sára. 3 éve dolgozik Budapesten az elektronikai berendezéseket gyártó Huawei kínai vállalatnál. Magyarországon szerintem elég hatékonyos minden munka, mondjuk a hivatalos hivatalnál is. És szerintem rugalmasak az emberek a üzletekben. És szerintem jó lehet üzletet csinálni. Ezért is döntött úgy a cég, hogy itt építi ki európai gyártási és ellátó központját. A vállalat a VOSZ konferenciáján is szóba került, mint jó példa. Kínai üzletemberek ugyanis jó befektetésnek látják, ha elektronikai termékeket nálunk szerelnek össze. Modern selyemút vége az Magyarország. Damian Sándor szerint Kína legfőbb kereskedelmi partnere az Unió, amelyhez Magyarországon keresztül vezet az út. Európai Uniót a kínai áruk a leggazdaságosabban és leggyorsabban Magyarországra érkezve érhetik el. Ez egy rendkívüli és jó adottság. A kínai kereskedelmi tanács alelnöke pedig arról beszélt, hogy Magyarország a régióban Kína 3. legnagyobb partnere, és tavaly a kínai cégek 2,5 milliárd dollárt fektettek be Magyarországon.